A Ferencváros, a budapesti Honvéd és a Barcelona egykori játékosára, az aranycsapat csatárára, Kocsis Sándorra emlékezve rendeztek 8 csapatos futballtornát Fehérgyarmaton. Az ötletgazda a korábbi barcelonai főkonzul Kovács Barnabás, aki 2019-ben a futballista születésének 90. évfordulóján indította el a sorozatot a katalán klub jóváhagyásával. A Covid miatt 2 év kimaradt, így idén 4. alkalommal írták ki a Kocsis Sándor kupát. Most Fehérgyarmaton kezdünk, lesz még reményeink szerint Mosonmagyaróváron, Megyaszón, Ózdon, aztán még mi néhány helyen, és akkor június 2-án lesz az országos döntő, tehát a fehérgyalmati rendezvénynek a győztese, az bekerül a június 2-i országos döntőbe, és aki ezt megnyeri, egyébként tavaly a Deák második volt, hajszálon múlott, hogy nem kerültek, tehát nem ők lettek a győztesek, mert a győztes meg részt vehet a Barca Akadémia Budapest kupán, ami augusztus végén lesz, és ott már olyan csapatokkal játszhat, mint az FC Barcelona, Girona, Partizan Belgrád, Hellas Verona, Ausztria Wien, Slovan Bratislava, tehát így nagyon veretes nemzetközi névsor csapatok jelentkeztek arra a kupára. A vármegyei közgyűlés alelnöke szerint fontos, hogy az infrastruktúrális fejlesztéseknek köszönhetően a legkisebb településeken is jó körülmények között tudnak sportolni a gyerekek. Nagyon jó látni azt, hogy bármerre megyünk a vármegyében, akkor mindig, hogyha megállunk egy-egy településen, legyen az kis település, nagyobb település, vagy akár mondjuk a megyei jogúváros, akkor nem nagyon találunk olyan helyet, ahol ne hallanánk a labdát pattogni valamilyen formába. És ez mind-mind annak köszönhető, hogy valóban a sport az egy olyan polcon van Magyarország kormányában, is, és természetesen Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében minden településen is, ahol kell lennie, hiszen azért ez hozzájárul ahhoz, hogy egészséges felnőttekké váljanak a gyerekek, és most már minden feltétel adott, hogy valaki bármilyen sportban, nem csak a labdarúgásban ki szeretné próbálni magát, akkor azt megteheti. És ez a cél, nem az van már, mint mondjuk a mi időnkben, hogy mi 40-en voltunk és jutott egy labda, most már úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja azt a sporteszközt, amit használni akar, hála Istennek, és jó látni azt, hogy ezzel élnek is a gyerekek, élvezik a gyerekek azokat a lehetőséget, amit kapnak. Jól érzik magukat a pályán. A házigazdák igyekeztek mindent megtenni azért, hogy a torna névadójához méltó környezetben fogadják a csapatokat. Mindig öröm az, amikor egy rangos eseményt megszervezhet a város, és köszönet természetesen a szervezőknek ezért a színvonalas rendezésért, de mindent úgy igyekszünk megtervezni, hogy az a környezet méltó legyen egy eseményhez. Én úgy gondolom, hogy ha megnézzük ezt a sporttelepet, vannak hiányosság, de azért gyönyörű környezetben várjuk ide a sportolni vágyó fiatalokat. A tornát végül a Nagyváradról érkező Juventus nyerte, így ők jutottak az országos döntőbe. A második helyen a fehérgyarmati Deák Ferenc általános iskola együttese végzett, a harmadik helyet pedig a Nábrád szerezte meg.